azt gondolom, hogy tényleg egy meglepetés eredmény volt az, hogy a VB-t sikert megnyernem. Az Univerziádé már utána nem volt meglepetés, bár ott azért örültem annak, hogy sikert nyernem, mert ter alatt teljesítettem, és úgy néz ki, hogy elég jól, úgyhogy igazából annak azért örültem. Te mindig mosolygós vagy, és azért amellett nem menjünk el szó nélkül, hogy most ezen a gálán is ugye nagy derültséget okozott, hogy a te beceneved Szatyor. Igen, ezt még a Szatmáriból vette az egyik vívótársam, még amikor kisebb korosztályban versenyeztem, és egyszer csak ültek fönn a leláton, és én meg lent vívtam ott a pástokon, és csak azt hallották, hogy én ordítok éppen. Most csak nem látták, hogy vívok, és akkor megszólalt, hogy hát a Szatyor itt vív, úgyhogy menjünk nézzük, és akkor igazából onnantól kezdve becézgetnek így. Ebben a Szatyorban még hány aranyérem fér bele? Remélem, hogy minél több rajta vagyok, hogy ezen az úton tovább haladjak, és akkor a tokiói olimpia legyen a csúcsán az egésznek. És ez Szilágyi Áron mit szól? Ezt őt kéne megkérdezni, de van egy egészséges rivalizáció azért köztünk. Azt meg kell mondjam, hogy az utóbbi időben főleg ez kiélesedett, de ez mind a kettőnek szerintem jó, hogy van egy vetélytársa, aki felnőtt hozzá, és meg tudja szorongatni minden edzésen, vagy akár a versenyeken meg tudja előzni. Meg nekem is abszolút jó, hogy egy kétszeres olimpiai bajnok egyáltalán edzetek.